Elrabolt Hungária. Püspökfürdő. A nagyvárad környéki termálvizes fürdőhelyet már az Árpádok idején említették, és sokáig Szent László nevét viselte, mert a legenda szerint maga a lovak király bukkant rá az itteni hévizekre. Mai magyar nevét Slauk Lőrinc váradi bíboros püspökről kapta. Hőforrás vizeit Mátyás király jobb keze, a váradi őrkanonok Janus Pannonius is megénekelte, később pedig úgy tartották, hogy e fürdőt Magyarország hévizei közül a legelső hely illeti meg. Trianon örökségének kirívó példája, hogy a hévizes tó nemrégiben kiszáradt, mivel a környék szálloda és panzió tulajdonosai illegálisan fúrt kutyaikkal elszippantották a papíron védett forrás termálvizét.